Tudjátok, hogy nincs is Kodály módszer? Na jó, persze van, de nem úgy, ahogy ezt mindenki gondolja. Tulajdonképpen zenei nevelési koncepció van, amit a mester ifjú növendékei, tanítványai, pályatársai, és nem utolsó sorban sok-sok pedagógus az 50-es, 60-as években módszeré dolgoztak. És hát külföldön is jobban szólt a metód, mint a koncepció, főleg az 50-es években. Egy biztos, a teremben ülők mindegyike hallott már Kodályról, hiszen ő egy brand. Akár hiszitek, akár nem, ugyanilyen brand a magyar zeneoktatás is. Legalábbis az volt. Ugye a 90-es évek elejétől kezdve Sipke Rózsika álmát alussza, és egyáltalán rá sem hederít arra, hogy azóta egy picit változott a világ. A zeneoktatás struktúrája maradt. Heti két hangszeres óra, plusz heti két szolfés zeneelméleti óra. Ha törik, ha szakad. De mi is az a szolfés? A szolfés egy olyan tárgy, amely segít a zene jobb megértésében, amely nem utolsó sorban megtanít kottát írni és olvasni, amely fejleszti a hallást, a ritmusérzéket, az intonációt, csupa olyan dolgot, ami segíti a hangszeres oktatást. A szolfés az kell. A szolfés megkerülhetetlen, mondják a szolfés tanárok. Persze, aki akarja, az úgy is megtanulja, aki meg nem, az legfeljebb elmegy popzenésznek. A trombita tanárom mondta egyszer az egyetemen, hogy olyan sokan trombitálnak jól ebben az országban, hogy te nyugodtan beleférsz a másik kategóriába. Na de kik azok, most én is megkérdezem, kik azok, akik jártak zeneiskolába, kezeket föl? És kik azok, akik szerették a szolfést? Nyilván vannak elvetemültek, de azt gondolom, hogy ugye az esetek 99%-ában mindenki utál az főleg unalmas zeneelméleti órákra járni. Így van ez az EGRI Farkas Ferenc zeneiskolában is. Illetve így volt. Nálunk zömmel a zenetanulás harmadik, negyedik évében maradtak ki legtöbben a zenesuliból. Pont akkor, amikor már értékelhető teljesítményt tudnak nyújtani a hangszerből. Amikor már nem csak a szülők és az elfogult nagymamák, hanem a közönség is értékeli a zenei produkciójukat. Egyre több sikert érnek el, de akkor mi az oka annak, hogy sutba dobják ezt és elhagyják a zenesulit? Talán a kitartás hiánya? Vagy a szorgalom, a motiváció hiánya? Vagy csak nem elég menő? Vagy talán a szolfés, amelyet minimum 4 évig kell tanulniuk? Nyilván mind, de ha tippelnem kéne, akkor az a szolfés legalább 90%-kal győzne. Pedig higgyétek el, igazán kiváló szolfés tanáraink vannak, akkor mégis mi a gond, mi a probléma? A módszerben van a hiba. A szolfés tanítás ma nem elég trendi. Véleményem szerint a mai 10 évesek érdeklődését jellemzően akkor tudjuk fenntartani, hogyha az ő generációjuk nyelvezetét használjuk, ez pedig nem más, mint a digitális eszköztár. Az én célom az, hogy az ország egyik legjobb zeneiskoláját hozzuk létre itt Egerben. Ebbe pedig egyáltalán nem fér bele, hogy a srácok 3-4 év zenetanulás után lelépjenek a zenesuliból. Ezért kollégáimmal közösen arra döntöttünk, hogy applikáció keresésbe fogunk, hát ha találunk valamit, amit fel tudnánk használni a zeneelméleti órákon. Hamar kiderült, hogy a kínálat óriási, de zömmel gagyi. Mindkét nagy platform tele van
angol nyelvű, otthoni tanulás segítő és angol jelrendszert használó applikációkkal, amivel csak három baj van, egyrészt angol nyelvű, másrészt nem osztálytermi felhasználásra készült, hanem otthoni gyakorlásra, harmadrészt pedig az angol jelzésrendszert használja, ami azért egy picit eltér attól, mint amit mi itthon tanítunk. Szóval egy kicsit elkeseredtünk, de hosszasan keresgéltünk, nem adtuk föl, és találtunk egy olyan appot, ami szintén sok sebből vérzett, de struktúrájában rendben volt. Innen pedig már felgyorsult a történet, e-mail a fejlesztő cégnek, amiután ráadásul kiderült, képzeljétek el, hogy egy londoni cég magyar alkalmazottja készítette ezt az applikációt. Pont ezt szúrtuk ki, mert hogy nem hogy magyar, hanem hogy ezért tetszett nagy valószínűség szerint. Mert ő úgy gondolkodott, ahogy mi. Ezután sok-sok e-mail, személyes találkozók sora, elkezdődött a közös munka. E-mail az Apple-nek, hogy engedélyezze a sulinak a Classroom alkalmazását, sajnos itt a személyes találkozó elmaradt, egyébként engedélyezték. Majd talán a legnehezebb a szolfés tanárok meggyőzése, hogy jó lesz ez. Hál' Istennek ez is sikerült. Tehát a szinergiák egymást erősítették, és úgy körülbelül 10 hónapos közös fejlesztés, közös munka után elkészült ez a magyar nyelvű, magyar jelzésrendszert használó magyar szolfés applikáció, amely ráadásul osztálytermi körülményekre lett kifejlesztve. Már csak eszközöket kellett szereznünk, hiszen elméletben már nagyon jól működött a dolog, meg az én iPad-emen, ezeket az eszközöket pedig Egerváros önkormányzata megvásárolta a zeneiskolának. Szóval itt van ez az app, amelynek a tesztfázisában tartunk, és hát finoman szólva is jók a visszajelzések. A Musicate for Schools nevet viselő applikációnak két fő része van, hallásfejlesztés és zeneelmélet. A tanároknak rengeteg opciójuk van arra, hogy különböző dolgokat beállítsanak, például lejátszási módokat, hangok honnan induljanak, meddig tartsanak, tempó jelzéseket, melyeket mind az Apple által engedélyezett Classroom alkalmazáson keresztül menedzselnek. Tehát a Classroom nem más, mint egy keretrendszer, ami tökéletesen alkalmas arra, hogy a mi applikációnk ebben működjön. Például a tanárok az otthon elkészített feladatokat differenciáltan ki tudják osztani az osztályterem bármelyik hallgatójának, vagy, ami nagyon érdekes, ráláthatnak minden diák képernyőképére. És ha már megvoltak az eszközök, és elkészült ez az applikáció, akkor úgy gondoltam, hogy ne csak erre használjuk, hanem digitális kódolvasásra, amiben tökéletesen lehet bármilyen jelzésrendszert alkalmazni, amelyeket a felhőben tárolunk, majd ha újra belépnek a gyerekek, akkor ezt újra elérik, illetve hát a sokak által ismert GarageBand alkalmazást is bevezettük, ettől az évtől kezdve, szeptember 1-től digitális zeneszerkesztést is tanulunk, ami hát nagyon népszerű a gyerekek körében. Tulajdonképpen semmi más nem történt, mint újra gondoltunk egy módszert, kiegészítettük azt, és a gyerekek most már nem 15 perccel hamarabb, hanem épp ellenkezőleg később akarnak elmenni a szolfés óráról, miközben nem történt semmi különös, csak megérkeztünk a 21. századba. Szóval higgyétek el, hogy az EGRI zeneiskolába járni és iPad-eken szolfés tanulni igenis menő. Köszönöm szépen a figyelmet!